Az első világháborút Magyarország vesztes országként fejezte be. Ekkor már az osztrák-magyar monarchia széthullott, az érintett államok és az antanti önálló nemzetállamokban gondolkodtak ebben a térségben. A párizsi békekonferenciára 1920. januárjában érkezett a magyar küldöttség gróf Apponyi Albert vezetésével. A politikus a nagyhatalmak előtt megpróbálta legalább a többségében magyarok lakta területeket megvédeni, népszavazást kérve a hovatartozásról, de minden felvétele elutasításra talált. Valójában a végső döntést már 1919 nyarán meghozták a nagyhatalmak. A békeszerződés aláírására 1920. június 4-én a Trianon palotában került sor. A területi rendelkezések mindenki számára megdöbbentőek voltak, az ország területe az addigi 283.000 négyzetkilométerről 93.000 négyzetkilométerre csökkent, ezzel Magyarország a területe kétharmadát elvesztette. Az ország népessége 18,2 millió főről 7,6 millióra csökkent, az elcsatolt területeken 3,3 millió magyar került kisebbségbe. Megközelítőleg pedig 400 ezer magyar menekült az utódállamokból az anyaországba, ezzel családok ezrei kényszerültek átmenetileg vagonokba, nyomorúságos körülmények közé. A trianoni béke jóvátétel fizetésére is kötelezte Magyarországot, bár ennek pontos összegét csak 1923-ban határozták meg 200 millió aranykoronában. A békeszerződés katonai előírásokat is tartalmazott, azzal céllal, hogy alkalmatlanná tegye Magyarországot a katonai visszavágásra. A rendelkezés a magyar haderőt 35 ezer főben maximálta, megtiltotta az általános hadközeletséget és a modern fegyvernemek tartását. A béke aláírásának napja gyásznap lett Magyarországon. Félárbosszra engedték a zászlókat, megállt az élet, mindenki gyászolt. A magyar társadalmat sok hatásként érte a döntés. A trianoni béke területi veszteségei igen súlyos gazdasági következményekkel jártak. Az ország elveszítette nyersanyagforrásait túlnyomó részét, határon kívülre kerültek a kősó, a kőszén és az érckészletek, illetve a faállomány jelentős része. Ugyanakkor Magyarországon maradt kihasználhatatlanul a feldolgozóipar legtöbb központja. Mindez Budapestet érintette a legsúlyosabban. Komoly károkat okozott a határmódosítás a vasúthálózat szerkezetében is. A vasútvonalak jelentős része az utóállamokhoz került, ezzel megszűnt vagy bonyolultá vált az egyes országrészek közötti vasúti kapcsolat. A helyzetet az is nehezítette, hogy a megszálló román erők a mozdonyok túlnyomó részét egyszerűen kiszállították az országból. A gazdasági élet legnagyobb problémáját azonban az jelentette, hogy a monarchia részei között kialakult munkamegosztás felbomlott. A problémát fokozta, hogy az utódállamok ellenséges viszonyba kerültek egymással, és elzárkóztak a gazdasági együttműködéstől. Az országok bezárkóztak, és ez az egész térség fejlődését visszavetette. Az országban egyetlen politikai erő sem fogadta el a kialakult helyzetet, a béke revíziójának, azaz felülvizsgálatának igénye általános volt a magyar társadalomban. Ezek után a Horthy rendszer külpolitikájának legfőbb irányelve a revízió megvalósítása lett. Ez terelte Magyarországot a másik vesztes, Németország mellé, és sodorta végső soron újabb háborúba.